Ne sírjatok előre, volt már rosszabb is. A gyilkos cickányok. Filmünk pont úgy indul, ahogy a rákszörnyek támadása. Hőseink a büdös nagy semmiből megérkeznek egy ladikkal egy magányos szigetre, hogy hazafuvarozzák a szigeten dolgozó professzor lányát. Aktuális fenegyerekünk ezúttal Thorn Sherman, akit az égvilágon semmi nem érdekel, valamint partnere Rook, akire egy tízes tettem volna, hogy ő hagyja ott legelőször a fogát. Nem tudom, miért volt ez az érzésem, talán a csíkos inge miatt. Bartra érve kiderül, hogy a professzor lánya egy nő. Bevonulnak deszkapallókból emelt erődjükbe, és megismerhetjük a szupercsapat többi tagját is. Dr. Merlo és lánya Anne, valamint az őrült tudós Dr. Redford Baines, aki a cickányokban látja a jövőt. Jerry, aki szerint a jövő az ólommal töltött cickányokban van, és Mario, aki szintén nem indul az Én élem túl legtovább a gyilkos cickányokat nevű versenyen. Mary elmeséli, hogy a Top Secret kísérletek során a cickányok cickányokká változtak. Mármint nagy, mutáns, büdös, agresszív, illedelmet nem ismerő, acsarkodó, habos pofájú dögökké, akik éjjelente meginváziózzák a szigetet és rojtosra cickánykodják az egész horizontot a kis surmók. Sherman nyugtázza, hogy akkor most inkább mégsem megy ki az ajtón, mert inkább majd máskor. Közben eszébe sem jut, hogy partnere Rook, a csíkos inges rác kint piknikezik a parton. És ott jönnek a cickányok, semmit se látunk belőlük, csak hogy a bozótban cickánykodnak, majd felkergetik Rookot a megyfára. Mikor Rook felé észreveszi, hogy ez nem is megyfa, de a cickányok türelmetlenül medgyet ennének. Ezután egy sajnálatos jelenetben fogadást nyerek, mert a kis rákcsálók megruházzák Rookot. Jelentősége nincs a dolognak, mert a film végéig senkinek az égvilágon eszébe nem jut, hogy amúgy a srác egyáltalán létezett. Este Mario őrködik, olyan sikeresen, hogy a ház három ablakából egyet nyitva hagy, és hát szíves engedélye cickány úr be is toppan és lesúrran a pincébe. Mario megneszeli a fondorkodást, és szól Shermannek, hogy illetéktelen behatoló hatolt be illetéktelenül a pincébe, nosza füstöljük ki. Több sem kellett a cickány úrnak, visszautasítja az ajánlatot, és kiharap egy flekkenre valót Mario lábából. Sherman elővi a cickányt, erre Mario belehal a harapásba, minek hatására Anne olyan fejet vág, mint akinek nagy teher esett le a válláról. Az őrült tudós rájön, hogy a cickányok harapása mérgező. Ezután Anne a térdét dörzsölgeti, Sherman pedig olyan, mint Elvis. Másnap Jerry és Sherman azt tervelik ki, hogy sétán indulnak az erdőbe és megnézik hülyesége. Jerry szerint az, ezért le akarja lőni Shermant, aki viszont lerúgja a zavarba és azt mondja, menjenek tovább, még nem biztos, hogy hülyeség. A parton megtalálják Rook maradványait, ez döntő érnek bizonyul. De ekkor már késő, mert jönnek a cickányok, úgy szaladnak, mintha rongyokkal teleagatott kutyák lennének, de tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy nem így van. Jerry kizárja Shermant, aki bemászik és ki akarja dobni Jerryt, de mivel Anne bamba fejet vág, inkább visszateszi. Visszavonulnak a házba, ahol érthetetlen módon Anne kinyitja az ajtót és beenged egy cickányt, ami megkarcolja az őrült tudóst, aki halála előtt még leírja a mutáns cickányá válás képletét. Jerry ismét kap egy-két pofont, neki ez lesz a védjegye. És ott jönnek a cickányok. Átrágják az épület betonfalát és beveszik magukat az épületbe. Hőseink úgy vélik, ha oda tolnak egy kanapét, az mindent megold. Hát nem, talán ha két kanapéjuk lett volna. A cickányok elfoglalják a házat, mire hőseink kivonulnak a kiskertbe hordókat heggeszteni. Nem hülyeség, amit művelnek, négy hordót összehegesztenek és azokba bújva akarnak eljutni a hajóig. Nem Jerry szerint jobb ötlet a tetőre mászni és ott éhen halni, ezért úgy is tesz. Így hát Sherman, Anne és a professzor indul hordó túrára, és itt jön a finálé. Ahol hőseink unott arcát, vagy szenvedő, hol pedig kifejezetten erotikus töltető arckifejezéseiket kell bámolnunk 10 percen keresztül még le nem vonaglanak a partra. A cickányok közben megeszik Jerryt, aki soha többé nem kap több pofont. Végül elérik a vizet, és hát látszólag Anne örül a dolognak. Na. A professzor magas tanúságként a végén leszögezi, hogy a túlnépesedés szívás, mert a végén megesszük majd egymást. Kész. The end. Ennek a filmnek egyébként van egy színes változata, de nem érdekel. Shit, no.